kívánok, Slingov Sándor vagyok, és az Eredményes Élet sorozat következő felvételét látod. A téma, amit nemrég elkezdtünk, az a nélkülözhetetlen szellemi, vagy mondjuk úgy, hogy lelki szükségek és a vágyak közötti különbség, illetve ezeknek szerepe az életünkben. És csak gyors emlékeztetőként az előző üzenetben arról beszéltünk, hogy mennyire fontos kettőt megkülönböztetni egymástól. Megkülönböztetni a vágyakat a szükségektől. A legtöbb ember azzal tölti az életét, hogy a vágyait kergeti, és ezt most nem cinikusan vagy elítélően mondom, hanem ez az, amit tanultunk. Azt tanultuk, hogy ha vágyainkat betöltjük, ha vágyainkat teljesítjük, akkor valószínűleg boldog emberek leszünk. Ezzel szemben a vágyak olyan kategóriái az életünknek, amelyeknek a betöltése nem feltétele annak, hogy teljes életet élhessünk. Ezzel szemben van egy másik kategória, amiről a legtöbb ember nem tud, vagy legalábbis nem olyan módon, mint a vágyairól, ezek a szükségek. És a szükségek viszont, a lelki szükségek olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek az emberi boldogsághoz, teljességhez. Amikor a szükségeink nincsenek betöltve, az nagyon hasonló, mint a fizikai szükségek esetében. Egy hiány jelenség lép föl, ugye ha a lélegzést veszük példaként, akkor légszomj, fuldoklás, pánik jelenség, sőt, nyilván bizonyos értelemben halálhoz is vezethet, a fizikai esetben garantáltan, de lelkileg is, mert hogy nagy különbség van az igazi élet és a vegetálás között, a létezés között. Nagyon sok ember tapasztalja meg, hogy habár létezik, habár a világ által tanított életet, úgymond idézőjelbe téve, teljes erejéből próbálja élni, ennek ellenében hiányzik valami nagyon-nagyon mélyen, valami nagyon-nagyon mélyen nem működik. És ez a különbség a lét és élet között hatalmas, és rendkívül jelentős. Úgyhogy ahhoz, hogy ebből szabadulni tudj, ehhez tényleg értened kell, hogy működik a lelked. És az egyik fő dolog, amivel tisztában kell lenned, azok a szükségeid, a lelki szükségeid. És talán célszerű lenne, ha röviden felsorolnám az általam ismert legfontosabb szükségeket, annak érdekében, hogy a későbbiekben már ezzel a fejedben tudj gondolkozni. Lehet, hogy vannak további szükségeink is, de amiket most felsorolok, ezek biztos, hogy nagyon fontosak, és életbevágóak, ha használhatom ezt a kifejezést. Okay. Az első talán, és adott esetben a legfontosabb, a cél és értelem iránti vágyunk. A modern pszichológia is beismeri, hogy a mentálhigiéniás problémák 98%-a két alapvető frusztrációból adódik. Az első az az, hogy a modern ember értelmetlenségben él. A modern embernek nincs megfelelő célja, és az életének ezen keresztül nincs megfelelő értelme. És a megfelelő alatt a következőt értem. Majdnem minden embernek van valamilyen célja. Minden embernek van egy viszonylagos célja, egy relatív célja. De a lélek ezzel nem elégszik meg. Valójában egy abszolút célra van szükségünk, egy megkérdőjelezhetetlen, megingathatatlan célra, ami nem a mi választásunk, ami nem csak a kultúránk véleménye arról, hogy egy embernek hogyan kellene élnie, hanem egy mély bizonyossággal megélt, valódi, megkérdőjelezhetetlen cél. Egy olyan, amiért az egész életünket érdemes lenne odaadni, anélkül, hogy azt valaha meg kellene bánnunk. Egy ilyen cél adhat igazi jelentőségteljességet egy embernek. Egy ilyen cél az, amely igazán értelmet adhat az életnek. Az egésznek egybe, de aztán a mindennap tetteinek is. És ilyen cél nélkül, ilyen az életünknek egy ilyen mély értelme nélkül, amely
igazából egy végtelenhez közelítő, illetve inkább mondjuk, hogy végtelen cél kell, hogy legyen, ha nem is mennyiségét tekintve, de a súlyát, a nagyságát tekintve, ami megkérdőjelezhetetlen, egy ilyen cél nélkül bizony egy hihetetlen ürességben, céltalanságban élünk.